Az elmúlt 24 órában 1572 főre növekedett a fertőzöttek száma hazánkban. Sajnos ezzel egyidejűleg a betegséggel összefüggésben elhunytak száma is megemelkedett. Immáron 134 honfitársunkat tartunk számon úgy, hogy jellemzően idős, krónikus megbetegedésben szenvedett, és az új koronavírus fertőzés valamilyen mértékben hozzájárult az ő halálához. Ezek között az elhunytak között vannak fiatalabbak is, ők pedig jellemzően krónikus megbetegedésben szenvedtek. Tehát mindenképpen azt látjuk, hogy azokra nézve jelent veszélyt a fertőzésnek az elkapása, akik valamilyen szempontból sérülékeny, magas kockázatú csoportba tartoznak. Ugyanakkor nagy örömmel jelentem be, hogy sokkal magasabb a gyógyultaknak a száma, mint az elhunytaknak a száma. Immáron 192 fő távozhatott gyógyultan az egészségügyi intézményeinkből. A bizonytalanság nehezíti meg leginkább a jelenlegi krízishelyzetet, vallják a szakemberek. A koronavírus megváltoztatta a világ ritmusát és egyensúlyát. Magyarországon már több mint egy hónapja borította fel mindenkinek a megszokott életét, és zökkentette ki az embereket a komfortzónájukból, ami kétségtelen, hogy mindenkit megvisel. Vannak, akik elvesztették állásukat, mások home office-ra kényszerültek felkészületlenül, míg sokaknak a frontvonalon kell a szokásosnál sokkal keményebben dolgozni és helytállni. Az elmúlt egy hónap azonban elegendő volt arra, hogy a kezdeti pánik és tehetetlenség egy kicsit lecsengjen, ma már talán mindenki egy fokkal nyugodtabban kezeli a helyzetet. Senki nem tud mondani olyan megnyugtató választ, vagy senki nem tud biztosat mondani. Egy biztos, ez egyszer elmúlik, és hogy azt gondolom, ennek van egy ilyen megerősítő hatása, hogy ha bár nem tudjuk pontosan meddig, abba bízva, hogy az előbb-utóbb jobb lesz, abba bízva azért az tud tölteni minket, és tud adni erőt ahhoz, hogy kitartsunk is, hogy vigyázva egymásra, hogy ezt most azért csináljuk, hogy vigyázzunk egymásra. Azért nem találkozunk most az emberekkel és a szeretteinkkel, mert pontosan azért, hogy később tudjunk velük találkozni. És hogyha ezt megpróbáljuk átkeretezni, hogy ha bár lett egy ilyen kényszerhelyzet, és hogy lett egy bizonytalanság, de ha mégis ebben megtaláljuk azt, hogy akkor hogyan tudjuk kitölteni úgy, hogy ez számunkra mondjuk még akár fejlesztő is legyen, mert ugye a krízishelyzeteknek mindig ez a jellegzetessége, hogy utána történhet egy olyan fejlődés, vagy egy olyan változás, amitől sokkal inkább többek vagyunk személyiségileg, megküzdésileg. Van egy ilyen tapasztalatunk, hogy kibírtuk, hogy ezt végigcsináltuk, és nagyon sokat ad hozzánk. És hogyha megpróbáljuk ezt az oldalát nézni, akkor talán a szorongást is tudjuk csökkenteni. A helyzet pozitív oldalát azonban nem könnyű megtalálni és megélni. Akár még az otthoni környezetben is tudunk magunknak kitűzni célokat, tudunk magunknak olyan terveket felállítani, hogy oké, akkor ezt a helyzetet most kihasználom arra, hogy nem nyelvet tanuljak, akkor most valamiféle otthoni sportba belekezdjek. Azért sok kezdeményezés indult most, hogy otthoni végezhető edzéseket tartanak, a legtöbb kurzust áttetik online kurzusokra, tehát azért ezek is úgy nagyon tudnak segíteni abban, hogy valamiféle új célkitűzést találjunk maguknak, és hogy ebben ez a nagyon fontos, hogy a fölött, hogy a járvány az mikor ér véget, hogy mikor rendeződik a helyzet, nagyon kevés kontrollal rendelkezünk. És hogyha erre koncentrálunk, hogy van egy olyan helyzet, amiben nem tudunk hatékonyan változásokat létrehozni, ugye az nagyon szorongató. A pszichológus szerint ezért fontos, hogy olyan célokat tűzzünk ki a szűk életterünkben, amelyeket mi magunk tudunk kontrollálni. Így csökkenthetjük a szorongást és elkerülhetjük a depressziót. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza megyei jogú város polgármestere tekintettel a veszélyhelyzetben elrendelt meghosszabbított kijárási korlátozásra a nyíregyházi lakosság védelmében kedden határozatlan időre elrendelte a város egyes frekventált helyein a városlakók által gyakran látogatott parkolók további lezárását. Ennek értelmében az autósok továbbra sem használhatják az alábbi parkolókat.
A nyíregyházi állatpark előtti parkoló, a Blaha Lujza sétányon lévő parkolóhelyek, a Krúdi Vigadó előtti terület, a Sóstói pavilonsor mögötti parkoló, a Svájci Lak fürdőház melletti terület, a Bújtosi Városliget parkolója, valamint Sóstó gyógyfürdőn a parkfürdő melletti parkoló. A polgármester a veszélyhelyzetre tekintettel április 16-ától Nyíregyháza megyéjogú város önkormányzata közgyűlésének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el. Nyíregyháza közigazgatási területén az alábbi városi piacokat, piaccsarnok, nagybani zöldséggyümölcspiac, józsavárosi piac és örökös piac, a saját és családja, valamint a közösség érdekében a 65. életévüket betöltött személyek a piacok nyitvatartási idején belül 10 és 12 óra közötti intervallumban látogathatják. A nyitvatartási időn belül az itt megjelölt időtartam kivételével az egyéb korosztály számára a piacok látogatása megengedett. A rendelet április 16-án 0 órakor lép hatályba, és veszélyhelyzet megszűnését követő napon hatályát veszíti. A polgármester továbbra is kéri a lakosság türelmét és megértését az óvintézkedések betartását. Újfehértón a kijárási korlátozások közepette igyekeznek a lehető legminimálisabbra csökkenteni a személyes találkozások lehetőségét. Mint Hosszú József polgármester elmondta, a városlakók fegyelmezettek a rendelkezések betartását illetően. A fiatalok ugye digitális oktatásra álltak át március 16-ától, ennek a betartását is próbáljuk ellenőrizni azzal az akciócsoporttal, akik a helyi pedagógusokból alakítottunk, és ők a 10 és 1 óra, 10 óra és 13 óra közötti időszakban járják a várost, és nézik azt, hogy vannak-e fiatalok a város közterületein, és ha találkoznak ilyen, akkor megkérik őket, hogy menjenek haza, és tegyenek eleget tankötelezettségüknek valamilyen formában. Ez is jól működik, az első napokban még szükség volt a beavatkozásra, azonban mai napokra szinte eltűnt, tehát mindenki próbálja betartani ezt a dolgot. A közterületi csoportosulásokat azzal próbáltuk megszüntetni, hogy a városban található köztéri padokat felszerettem, tehát nincs olyan konkrét lehetőség, hogy lejövjenek beszélgetni se a fiatalok, se az idősek, illetve igyekszünk minden olyan lehetőséget visszaszorítani, amikor az emberek nagyobb számban csoportosulhatnak. Piacot is korlátozottan nyitottuk meg, hisz nagyon fontos az, hogy legyen termelői piac, viszont korlátoznunk kell az, hogy ne legyen tumultus a piacon, ezért egy szűk időintervallumban is csak két nap, heti két nap működik, és ott is nagyon szigorú egészségügyi és közegészségügyi és védekezési dolgoknak kell megfelelni azoknak az árusoknak, akik árustani szeretnének. Március 31-én megérkezett Felföldi József Újfehértől elszármazott vállalkozó segítsége a városhoz, hisz nagyon akciós áron bocsátott rendelkezésünkre C-vitamint, amelyet a városban élő 65 év feletti lakosoknak fogunk kiosztani. 3 hónapig fog ez az akció tartani, minden hónapban viszünk 1 hónapra elegendő C-vitamint a lakosoknak, akik egy egyszerű kis tájékoztató segítségével tudják majd ennek a használatát elsajátítani. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a vitaminról gondoskodjunk ebben a amúgy is vitamin szegény időszakban, hisz ha az immunrendszerünk erős, akkor könnyebben tudjuk leküzdeni a vírus támadásait. Háziorvosokkal március 16-án megkezdtünk egy olyan együttműködést a polgárőrség bevonásával, hogy az orvosi rendelő épületébe csak azok léphetnek be, akiknek igazán halaszthatatlan dolguk van. Az orvosok otthonról, illetve telefonos segítséggel próbálják a betegeket ellátni. A háziorvosi rendelőnél polgárőrök szabályozzák a beléptetést, nagyon jól működik, nagyon kevés negatív visszhangot hallottam, sőt az emberek is megértették azt, hogy az egészségügyi rendszerre vigyáznunk kell, úgyhogy nagyon flottul működik ez a dolog. Számos területen érezteti hatását a március 28-án elrendelt országos kijárási korlátozás. Nem kivételez alól a vadgazdálkodás ágazat sem. Nem is annyira az a problémánk, hogy nem tudunk kijárni, hiszen kaptunk olyan állásfoglalást a minisztérium részéről, hogy a vadászat, bérvadászat, a vadászat tevékenysége az mentesül ez a kijárási korlátozás alól, tehát folytathatjuk. Már csak azért is, hiszen a vadkár ugyanúgy megkeletkezik attól, hogy mi nem járunk ki, tehát elleni érdekünk, hogy védekezzünk ellene. Sokkal jobb probléma az, hogy azok a külföldi vadászok, akik a megyei vadásztársaságok bevételének nagy részét, sőt van, ahol döntő részét, akár 90%-át a bevételnek is hozzák az őkbak vadászat során április 15-től,
azok egészen biztos, hogy hónapokig távol fognak maradni, hiszen ők az országot sem hagyhatják el, illetve hozzánk sem jöhetnek be. Fazekas Gergely hozzátettem, ez fog inkább gondot okozni Szabolcsban, illetve azokban a megyékben, ahol az őszgazdálkodásra helyezték a hangsúlyt. Az őszmagvadászatból származó bevétel azért létkérdés a vadászatra jogosultak számára, mert kötelezve vannak hivatásos vadász alkalmazására, aki a szakmai munkáért felel és koordinálja a vadgazdálkodást. Számára munkabért, munkaruhát kell fizetni, mindezek éves költsége 4-4,5 millió forint. Két hivatásos vadász esetén ez már alsó hangon 9 millió forint. A megyei vadászkamara titkárának elmondása szerint tagdíjból ezt nem lehet összeadni, ezért fontos, hogy az értékesített vadból is számbaszon bevételük. Ezek az összegek azonban így most kiesnek. A bérvadászat szünetelése ráadásul az állomány szabályozását is megnehezíti. Itt nekünk az őszbak tekintetében momentán jelenleg gond lesz, kimondhatjuk, hiszen a bérvadászok nem fognak jönni, nem lesz bevétel, illetve kevésbé lesz bevétel, mint eddig. De mivel az őszbak szezon szeptember 30-áig tart, igazából még ez helyre billenhet az év többi részében, annyival nehezebb a helyzet, hogy ilyenkor a legkisebb a takarás, tehát ilyenkor még nem nő fel a vetések, nem zöldül ki a határ, nem zár annyira a növényzet, hogy rejtse az őzet, tehát lényegesen könnyebb a vadászat, mint mondjuk egy augusztusi időszakban, de hát ezt augusztust is, vagy júliust is meg tudják oldani a hivatásos vadászok, ez a szakmájuk, tehát ha kicsit több munkával is, de éppen helyre billenthető az állománynak a mérlege. Bár a bérvadászat most leállt, a társaságok ugyanúgy járhatnak ki vadászni. Az évezen szakaszában főleg rókára, dolmányos varjúra, szarkára szoktak, valamint vaddisznóra, amely a legnagyobb kárt okozza a vetésekben. A vadkár elhárítás tehát legalább nem szenved csorbát, ezt jellemzően eddig is a hazai vadászok végezték, akik most is tudják folytatni ezt a tevékenységet. Köszöntöm a kedves nézőket! Nyíregyháza belterületén ma villanyoszlopot cseréltek a Debrecen úton forgalomkorlátozás mellett, azon villanyoszlopokat cserélik az EON szakemberei, amik a közvilágítás hátrányára váltak, illetve nem működtek. És nyilván ezeknek a kábeleknek a hiányosságára is odafigyelnek a szakemberek, nagyon sok kábel szakadás történt az elmúlt időszakban. Ennek egyik oka nagyon sok közműhelyreállítás, közműépítés, illetve nem voltak kellően figyelmesek, akik közművekkel dolgoztak, és bizony nagyon sok kábelt megrongáltak. Továbbra is az a kérés az EON szakembereinek, ha ilyen kábelszakadás történik, azt jelezzék az illetékesek fele. És nagyon fontos, hogy útfelbontásnál azt is jelezzék az illetékesek fele, ugyanis az utóbbi időben több helyen útfelbontást végeztek egyes emberek, akik felbontották az útfeletet azért, mert közműveket kötöttek rá, vagy csapadékvizet vezettek el. Nagyon fontos, hogy településeken, kisebb falvakban is jelezzék mindenhol az ilyen közmű rákötési munkálatokat, hogy a szakemberek erről időben tájékozódjanak. Több baleset is történt az elmúlt 24 órában. Tegnap délben a 36-os főútvonal Antalbokornál egy nyulat ütött egy személygépkocsi, majd azt követően a járművezető félrerántotta a kormányt, a szemközti főútvonal forgalmi sávjában ütközött egy szabályosan közlekedő gépkocsival. A baleset következtében mindkét járműben igen jelentős anyagi kár keletkezett, rendőri intézkedés követte az eseményt. És ma délelőtt a 4-es főútvonal Váci Mihály úton pedig egy hármas karamból történt, a baleset oka a helytelen követési távolság megválasztása. Vaddal ütközött egy személygépkocsi Nyírtúra külterületén, a jármű vezető az ütközés követően elhagyta a helyszínt, nem jelentette a 112 felé. Kérjük, hogy minden esetben jelezzék az illetékesek felé, hogy meg tudja tenni a hatóság a vadásztársaság felé az értesítést. Köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra! Több sportági szövetséghez hasonlóan március közepén a koronavírus járvány miatt a Magyar Kézilabda Szövetség is felfüggesztette valamennyi bajnoki és kupasorozatát. Mivel ezeket meghatározatlan ideig nem lehet folytatni, a szövetség elnöksége az elmúlt héten úgy döntött, hogy a sorozatokat befejezetté nyilvánítja úgy, hogy a helyezéseket nem osztják ki, és nem lesznek kiesők, illetve feljutók. A kisvárdai női csapat az NB1-es tabella 10. helyén állva a Magyar Kupában a legjobb 8 közé jutva fejezte be a csonka szezont.
A nyáron azért egy nagyon-nagyon átalakult csapattal kezdtünk neki a bajnokságnak. Új stáb alakult ki, rengeteg új játékos érkezett, nem csak első osztályból, hanem akár másodosztályból is. Aztán gyakorlatilag a bajnokság kezdése előtt, illetve az első fordulók után elvesztettük a két irányítónkat rajtunk kívülálló okok miatt. Ugye az egyik legmeghatározóbb, legrutinosabb játékosunk Tamara Radojevic várandós lett. A Dajka Peti el sem tudta kezdeni a bajnokságot, hiszen sérülten érkezett az egyesülethez, úgyhogy ez a felkészülés után a bajnokság legelején teljesen átírta a tervünket, illetve terveinket. Ebben az időszakban nagyon nehéz volt játékos találni, és nem is találtunk első osztályból igazolható játékost, így NB1B-ből igazoltuk a Dudás Georginát, aki hozzáteszem, így utólag mondom, hogy az elvárások fölött teljesítette a feladatát, és segíteni tudott a csapatnak. Úgyhogy egy 8 hetes felkészülés után gyakorlatilag kezdhettük előre a munkát, ami nem túl egészséges így bajnokság közben, de hát nem tehetünk róla, nem volt más választásunk, meg volt kötve a kezünk. Figyelembe véve minden tényezőt, hogy hogyan alakult a csapat, hogyan vágtunk neki a szezonnak a biztos bennmaradás elérése érdekében, ne essen ki a csapat, azt gondolom, hogy a csapat ezt maga biztosan teljesítette. Egyetlen másodpercig sem volt kieső pozícióban a csapat, folyamatosan a 8-9-10. Helyen voltunk valahol a 14 csapatból, ami azt gondolom, hogy ezzel az átalakult fiatal, rutintalan kerettel, és a rutintalan keretet elsősorban az irányító lövő pozíciókra értem, egy jó eredménynek mondható. Voltak kiemelkedő mérkőzéseink, ahol nyilván be tudtuk biztosítani mindig az aktuális pozíciónkat, és azt, hogy ne legyenek különösebb gondjaink és kérdéseink a bennmaradást illetően. A folytatásról még korai beszélni, de az biztos, hogy a szakmai stáb és a játékosok többsége maradt Kisvárdán. Ugye március közepén a játékosokat elengedtük, és mindenki egyéni program szerint dolgozik, minden héten megkapják a következő hét programját. Ezt különböző mérőeszközökkel, polárórákkal tudjuk ellenőrizni, illetve mérni. Minden héten konferenciabeszélgetéseket tartunk a játékosokkal, illetve mindig kapnak idézőjeles elméleti feladatokat, különböző mérkőzéseket elküldünk nekik interneten, amelyeket elemezniük kell a meghatározott szempontok alapján, hogy egy picit azért foglalkozzanak a kézilabdával is. Sajnos most még minden képlékeny, hogy mikor tudunk újra kezdeni, és mikor tudjuk elkezdeni a következő szezonra a felkészülést, mert egyáltalán még az is képlékeny, hogy mikor kezdődik a következő idény és szezon. A tervünk az az, hogy júliusban elkezdjük a közös munkát, amennyiben erre lehetőség lesz, és az aktuális szervek engedélyezik ezt. A jövő évi keretünk 99%-ban készen van, megvan, azt várjuk, hogy mikor tudunk elkezdeni dolgozni. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 15-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!